Színházon szabadtéri színpadi előadások sorozata nyílik, és a városnak egy új tere kap helyet mai estétől, és a jövőt is felrajzolja egy kicsit, hogy mire képes ez a város. Köszönöm Benyike Sándornak és Olga Erikőnek, hogy Veresegyházra találtak. Köszönjük meg, megérdemli. És nem mondom, hogy félénken, félbátran eljöttek a Városházára, és elmondták az álmaikat. Az volt a válasz, hogyha tényleg akarják, csinálják, önökön múlik. Itt van az eredménye, nem csak ebben a mai szabadtéri előadásban, hanem a színházi előadások sorozatában, amely színházi előadást sorozatot évente 10 000 ember lát. A mai este a legnagyobb, mert ezen a nézőtéren 1250 ember fér el, és a mai estén olyan 95-96%-os a látogatottság. Az eladott jegyek mértéke 70%-on belül van, amelyeket előre vettünk meg. Itt is lehet természetesen kapni. Boldog vagyok nagyon, ahogyan szóltam róla, mert a város gazdagodik, a város értékei növekednek, és mindannyiunkat ez a színház egy estére, akár 2 óra hosszára összehoz, találkozunk, a napokban pedig rohanunk. Azt kívánom, hogy a szép mézesföldi esték színházi sorozata sikerrel záruljon, sok embernek szerezzenek örömet, szerezzenek örömet az előadóknak, és annak a két embernek, akiket említettem, Sándornak és Enikőnek. Ma estére valamennyiüknek jó szórakozást kívánok, és ezzel a mézesföldi esték színházi sorozatát megnyitom.